Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk egy Minecraft Skywars-os videóhoz, amiben a Legendary MC szerverén fogunk ugye Skywars-ozni, és én nem is nagyon szeretném húzni a szót, az arénával jelentkezünk. És benne is vagyunk az arénában, nekem csak egy kitem van, szóval azt ki is választom, most ezzel kell valamit ügyeskedni, remélem, hogy a ládában valami jó kis kezdőcusz lesz. Hát... A jótól messze van, de annyira azért nem rossz. Jó, az elején én mindig azt csinálom, hogy kiszedek pár vasat. És akkor abból csinálok csákányt, és akkor sokkal gyorsabban lehet fejlődni. Mondjuk már most kellett volna csinálnom a csákányt, nem baj, akkor most ezt így csináljuk. Illetve fa kellett volna, gyorsabb fölmegyek fáért. Nagyon-nagyon-nagyon kell sietni, mert nagyon gyorsan át tudnak jönni hozzánk, és abból bizony halál a legtöbb esetben. Oké. Akkor már inkább baltát csinálok, az lesz a fontosabb. Illetve egy csákányt. És nagyon remélem, hogy nem jönnek át most hamar hozzám, és egy kicsikét hagynak élni. Gyémánt baltát szerintem annyira nem éri meg csinálni, mert a vas az szinte ugyanolyan erős, ellenben melvértet fogok csinálni. Jaj, belebuggoltam a blogba, és pont akkor esett ki. Pillanatra meg is ijedtem tőle rendesen. De most már mehet tovább a játék. Nagyon-nagyon pörgős ez a Skywars. Viszont most már van elég gyémántom ahhoz, hogy tudjak csinálni egy melvértet. Pont elég van hozzá. Jól hallom, már itt is van, így van. Oké, elkaptuk Ádikát. Kettő gyémánt melvértje is volt, hát eléggé szerencsésen kezdte. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan át tudtak jönni. Ezt most szerintem sikerült is demonstrálni. Három darab gyémánt melvért. Ki se veszem szerintem. Szóval, hát ez a taktika mostanában nagyon-nagyon megy, hogy hirtelen gyorsan átépítkeznek, és amíg az ellenfél nem figyel, addig megölnek. Most ez nem jött be. Pedig belaggoltam, szóval simán meghallhattam volna, de egy kis szerencsém is volt. Ott van a gyémánt, jó, oké. Már van 6, hogyha még találnék egy gyémántot, akkor egy, hát inkább egy sisakot csinálok már most, mert a többi szett már van. Szóval, sapka, ez az. A láda az mikor töltődik újra? Ja, még ennyi idő. Oké, akkor gyerünk vissza. És akkor most csinálok aranyalmát is. Néhány éjjel egyébként vannak kisebb szerverlaggok, szóval... Erre is figyelnem kell, hogy nehogy amiatt halljak meg. 3 aranyalma, az kezdésnek elég jó. 5 játékos van még életben, velem együtt, szóval... Hú, nagyon-nagyon-nagyon szedi az áldozatait a játék. Már csak 4 játékos van. Nagyon-nagyon pörgős ez a játék, tényleg. Ezért is szeretem mondjuk, mert nagyon-nagyon pörögnek benne az események. 7 gyémánt, ami azt jelenti, hogy tudnék csinálni egy nadrágot, de én inkább a csizmát választom, mert az még csak ránc. És most jó sok életem van, szóval most csak nem tudnak betámadni. Viszont középen már van egy full gyémánt szettes. Uha. Na ebből itt baj lesz. Csak legyen fonalam. Jó, van fonal. Talán majd azzal távolról is tudok majd rálövöldözni. Na mi van? Jó. Jó. Tol. Megvan. Nem jön senki? Nem jön senki. Oké, kicsit talán legyugodtak a kedélyek, aminek örülök, de azért iparkodni kell, mert bármikor megtámadhatnak. Saját tapasztalatból mondom, tényleg, bármelyik pillanatban meg tudnak támadni. Na jó, ebből a 3 gyémántból még azért csinálok, nehogy azon múljon egy gyémántbaltát. Jó. És akkor, hát ha jól látom, akkor azon a szigeten nincs is semmi, csak félek, hogy le fognak lőni. Légy színe, lőjetek le. Egy pajzsot kellett volna csinálnom, igen. Pajzsra megfeledkeztem. Az jó, mert akkor legalább az íjtól nagyjából védve vagyok. Ha figyelek, akkor nem nagyon tudnak lelőni. Oké. És akkor... Egy pajzs. Már jöhet is. Oké. Most már azért egy kicsikét biztonságban érzem magam. Van egy majdnem full gyémánt szettünk, illetve egy pajzsunk is. Gyémánt baltával, íjjal. Szóval ez eddig szerencsésnek mondható.
egyből tudtunk egyet ölni, és két Ender Pearl, ami szintén elég jónak számít. Jó, még gyémánt, még esetleg majd nyíloszt tudok craftolni. A vasat már nem tudom, hogy miért szedem ki egyébként. Jó, oké, ezzel meg lesz a nagydág is. És full gyémánt szett, megvan, oké. Na, akkor, ajjajjaj, már itt is van egy játékos, akit meg kéne azért ölni, de nem sikerült. Hát, sajnos itt lejösszek, de hanyadik lettem? Második? Második, igen. Hát most ő gyert, de még játszunk arénát, szóval nézzük a következőt. Na és itt is vagyunk a második arénával, az elsőt sajnos nem tudtuk megnyerni, ott második helyet sikerült elérnünk. De itt vagyunk a második arénával, remélhetőleg itt már nagyobb szerencsével járunk. Jó, a kezdő cuccuk az egész jó. Gyorsan kiszedek kettő fát, annyi elég is. És akkor, hát ugyanaz lesz a taktika, kiszedek egy vasat. Remélhetőleg azért dob hármat, és akkor tudok csinálni egyből egy cselekeit. Légy szíj, hármat. Ó, hatot is adott, bőven jó. Jó, akkor kezdek egy cselekennyel, viszont akkor egyből utána craftolok is egy baltát. Jó, 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 jó. Oké. Na és akkor kezdődhet a bányászat. Van egy olyan érzésem, hogy megint nagyon gyorsan át fognak jönni. Hát meglátjuk, meglátjuk. Valami jó cuccot azért örülnék, kapnék. Gyorsan csinálok is egy mervértet, mert az elején nagyon-nagyon fontos, hogy gyorsan szerezzünk jó cuccokat. Mert nagyon-nagyon pedig ez a játékmód. Oké, jó, itt pont van a gyémánt, szerencse. És kettő is, na, itt legalább most nagy szerencsénk volt. Ebből gyorsan kéne craftolni valamit. Mondjuk egy nadrágot, meg egy sapkát, meg ennyi. Kifagytam. Remélhetőleg a ládánkban nem ezek a cuccok voltak, hanem mondjuk egy csizma. Ja, még nem töltődött újra, oké. Na jó, addig viszont csinálok gyorsan egy csizmát, meg egy a sapkánk az. Nem a sapkánk, jó, oké, a többi megvan. Jó, egy egész jó kis kettő szettünk van. Valami, hát egy gyémánt az jó. Viszont csinálni kéne egy ilyet, hogy távolharcra is legyen védelmünk, illetve hát támadó erőnk is. És akkor, jó, most már tudok legalább egy aranyalmát csinálni, amit hamarosan be is kéne enni. Itt még jó sok arany van, szóval jó, egyelőre hagyom, és másokat craftolok. A baltánk az egyelőre jó, többit még nem nagyon tudok csinálni, esetleg egy csizmát. Jó, ezt most csinálok egy csizmát. Csizma pipa, és akkor aranyalma. Aj, csak egyet tudok, ugye? Igen, csak egyet tudok. Nem baj, egy aranyalma is több, mint a semmi. És még ilyet kellett volna csinálnom. Jó, egyelőre nem jönnek, ami jó, és még 8 játékos életben van, szóval most annyira nem azt a taktikát alkalmazzák, hogy hirtelen gyorsan átépítünk, hanem most inkább a nyugodt bányászós taktikát választották az emberek. Viszont nekem van 20 nyilam, illetve egy íjam, szóval valamennyire védett vagyok. Ez full gyémán szedben van, azt a mindenit. Lehet meg kéne próbálnom lelőni. Lehet ez lenne a jó taktika. Nem szép az a taktika, de legalább hatásos. Bár most még nem sikerült. És most már tudja, hogy van íjunk, szóval... Na. Most viszont craftolni fog egy pajzsot valószínűleg. Na, így már nehezebb dolgunk lesz. Hát megpróbálok én is. Jó, még nincs pajzs a kezében. Oké. Ha megpróbálok én is felé elkezdeni építkezni. Ugye nekem van két Ender Pearl-em, amit nem tud, szóval ezzel meg is lehet majd lepni. Jó. Na, ez most egy ilyen taktikus csatelet, hogy kinek sikerül jobban elbújnia, vagy ki mikor támad. Egyelőre nem nagyon támad őse. Én meg nem fogok oda menni, mert az halál lesz. A szettje valamivel jobb, viszont azért annyival nem. Az aranyalmát valószínűleg ő is fog enni. És most elkezdett a másik irányba építkezni, szóval... Hát bocsi, de lelőnélek, csak nem tudlak, de sikerült. Hát nem egy szép taktika, de a győzelem a cél, szóval bármit bevállalok. Oké, itt viszont van még egy kis gyémánt.
Viszont lassacskán át kéne menni egy másik szigetre, ahol még van gyémánt, mert ez a szigetről eléggé kifosztottuk. Talán azon a szigeten, ha jól látom, nincsenek. Viszont félek attól, hogy lelőnek úgy, mint én őt. Lehet meg is érdemelném egyébként, hogy ilyen taktikával tudtam legyőzni, de hát... Jó, szerencsére nem, de... Hát... Volt már jobb láda is, viszont gyémánt. Miért is egy gyémánt? Kéne azért a felszínen lenni egy gyémántnak. Húha. Ott van egy kis gyémánt. És megvan a 8. Jó! Megvan a full gyémánt set, még egy gyémánt baltát nagyon-nagyon szívesen készítenék. De nem biztos, hogy arra lesz elég. Amit egyelőre biztos, hogy nincs, de talán majd lesz. Na, gyémánt balta, nem. Ez nem jött össze. Viszont majd még kéne csinálni nyilat. Mondjuk, nem tudom mennyire szükség. Jó, talán nap 3-at, 6-ot is ad. Jó, oké, akkor ez megvan. Akkor most már eléggé fullosnak érzem magamat ilyen téren. Oké. A cuccokat mindjárt kidobálom, mert eléggé zavaró. Még 3 aranyalma, és akkor még kéne nyíl. Majd csak nagyon-nagyon feltűnő, hogy én itt craftolok. Jó, de szerencsére megúsztuk. Oké. Na, mi nem kell? Hát gyakorlatilag innen semmi. Viszont ami kell az még fa, mert építőanyagra szükségünk van. Eddig nem öltünk, de már a legjobb 4-ben benne vagyunk. De a cél az a győzelem, szóval nem elégszünk meg ennyivel. Megpróbálok valahogy bejutni középre. Remélhetőleg nem lőnek le. Van pajzsom, csak hát amikor építek, akkor nem tudom használni ugye a pajzsot, és úgy sokkal nehezebb, és könnyű célpont vagyok. Oké, ha jól látom, a cseten is írják, hogy ilyen állóháborúszerűség alakulhatott ki. Ott mennek. Jó, akkor ott szerintem ketten biztosan vannak. És akkor még egy ember lehet valahol. Nem tudom, hogy hol, de megpróbálom befoglalni közepet. Remélem, hogy nincs itt senki. Ennyi blokka szerintem elég lesz, viszont menekülő utat már nem fogok tudni építeni. Viszont azért a biztonság kedvéért megeszek egy aranyalmát, mert van elég. Szóval... Oké. Ben vagyok középen. A varázsládat már kinyitották. Ott van az egyik játékos. És ott van még 2 darab játékos. Az egyiket megpróbálom lelőni. Oké. Na, ebből csata lesz. Megpróbálok kicsit beleszólni a csatába. Ott el is találtam az egyiket, és ennek köszönhetően, vagy nem csak ennek köszönhetően, de kiesett. Szóval, hát igen, távolról azért nagyon-nagyon sok mindent el lehet dönteni. Oké. Viszont akkor ott még van 2 játékos, ők 2. Az egyik az előző meccsnek a győztese, szóval tőle azért egy kicsikét tartok, de remélhetőleg harcra kerül a sor, és akkor most tényleg visszavágó lehet. Vágok valamennyi építőanyagot, attól félek, hogy van Ender Pearl-re mondjuk, jó, de egyelőre. Látszik, hogy ott van. Oké. Szedből nekem is jó van, aranyalmám van, Ender Pearl-öm is van. Lehet, hogy enchantolni kéne. Csak nincsen XP patin. Még 2 perc a varázsláda ideje, szóval kicsikét megálltunk. Viszont az biztos, hogy ők is be fognak jönni majd középre. Ami viszont nem tetszik az, hogy nem találom a... mi a neve? Shadow-t. Nem találom, és ez azért kicsikét aggaszt, bármikor rád be tud támadni, szóval... Hát oké. Ki esett? Hogy esett ki? Mi történt? Vagy kilépett csak? Nem tudom. Na ez érdekes volt. Ebben az esetben viszont én elkezdek építkezni felé. Akkor viszont legyen egy csata. Aj, de félek, hogy le fog lőni. Meg tudja tenni szerintem. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Én viszont most nem szeretnék rálőni, mert akkor legyen már egy nagy csata itt a végén. Szóval most megtehetném, hogy lövöldözök, de nem. Na van íja?
Hát lehet, hogy van, csak eddig nem vette elő. Biztos látja, hogy nekem van pajzsom, szóval... Én inkább építkezek, most nem akarok oda elendörpörlözni, mert az azt mondja, hogy eléggé kockázatos. Félredobhatom, vagy egyből be tud támadni ott. Jó, ami viszont jó ír az, hogy a gyerek ott van, az biztos. Húha. De nem tetszik, hogy ott van. Jó, nincs ilya. Ahogy látom, nincs. És lement a bányába, szóval ez eddig jó. Na lehet, hogy lesz egy nagy csata itt a végére. Ott van a bányában, az biztos. Viszont fogyóban az építőanyagom, szóval most ügyesen kéne gazdálkodnom vele. Nem akarom lelökni, viszont lövöldözni biztos, hogy fogok rá, mert... Hát varázsádeire elmenjünk, szóval nem. Húvá, viszont most ő megindult. Jó, elkezdek vele talán csatázni. Hol van? Jó, kicsit visszamelekült. Na, egy izgalmas csata lesz így a végére. Ahó. Hol vagy? Lehet le kéne menni rá egyébként. Lehet az lesz. Jó, szépen lassan elkezdek lefelé építkezni. Viszont nem tudom, hogy hol van. És ez egy kicsikét azért aggaszt. Huha. Nagyon-nagyon merész lenne csak így leugrani. De viszont ez lesz, mert más opció meg nem nagyon van, hogy nem fog jönni, mert ő miért jönne rám? Nekem van ilyen, szóval... Ilyen szempontból kicsit előnyben vagyok. Viszont teszek egy aranyalmát, és akkor megpróbálom meglepni. Na gyerünk! Aha, ő is vett egy aranyalmát, az biztos. És eléggé jól játszik, szóval... Meg kéne lennie! Aha, elbújt. Jó, megvan! Megnyertik az arénát! Ez az! Na, a végére egy... A csetet, hát... Jó, oké, mindegy. A végére azért sikerült nyernünk. Szerintem ennyi lesz a videó, de... Írja, hogy hacker, hát igen, valószínűleg hacker vagyok. Szerintem ennyi lesz ez a videó, mert... Ez a második aréna, ez jól sikerült, és eléggé hosszúra is jut. Szóval ebben a videóban valószínűleg ezt a két aréna marad. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, és írjatok kommentet. Én Ádám voltam, sziasztok!